Világűr. Újabb műhold építésében vesz részt egy miskolci vállalat. Adomány. Lélegeztetőkkel segíti a Vöröskereszt a megyei kórházat. Tettenérés. Kamerák rögzítették a tolvajt a belvárosban. Jó estét kívánok! 2020. augusztus 13-án csütörtökön. 18 óra van. Kezdődik a híradó, jönnek a részletek. Csaknem 2 millió értékben ajánlott fel műszereket a Vöröskereszt a megyei központi kórháznak. Az infúziós pumpákat a koronavírussal fertőzött betegek ellátásához használják majd. A főigazgató szerint felkészültek az esetleges második hullámra. Jelenleg csaknem 20 beteget látnak el a miskolci járványkórházban. Ez a lélegeztetőgépnél nagyon fontos, hogy oxigént és sűrített levegőt is tartalmazzon. Az oxigén a lélegeztetéshez kell, a sűrített levegő pedig a kompresszornak a működéséhez. Három ilyen infúziós pumpát adományozott a Magyar Vöröskereszt a jelenleg járványkórházként működő Semmelweis a kórház lélegeztetési részlegének. Hetek óta, vagy mondhatom, hogy hónapok óta zajlott az egyeztetés a kórházzal, és ugye a beszerzés is megtörtént ez idő alatt, hogy a kórháznak mi az a eszköz, mi az orvosi műszer, ami hathatós és valódi segítséget tud nyújtani. Így kerültek kiválasztásra ezek az infúziós pumpák, amelyek már beszerzésre is kerültek. Az infúziós pumpával a gyógyszereket olyan precízen adagolhatják, ami hagyományos berendezésekkel nem lehetséges. Ez a műszer azért is nagyon fontos lehet, ha a koronavírus járványnak esetleg egy második hulláma érkezne. A kezdeti időszakban szükség volt arra, hogy lélegeztetőgépeket, monitorokat, illetve infúziós pumpákat csoportosítsunk át aktív betegellátó osztályokról. Az én célom az volt, hogy a második hullámot már úgy tudjuk fogadni, hogy a COVID ellátás a napi rutin ellátástól teljesen független legyen. Az infúziós pumpákat a lélegeztetéskor használt betegágyak mellé szerelik fel. A kórház főigazgatója elmondta azt is, hogy jelenleg a járványügyi célra kijelölt Semmelweis kórházban 15-20 igazoltan fertőzött vagy gyanús esetet látnak el. Minden eddiginél messzebbre juthat a világűr feltérképezésében egy miskolci űripari cég. Az Admatis által gyártott alkatrészek is benne lesznek abban az új műholdban, amely a Jupitert és holdjait vizsgálja majd. A misszió 2022-ben kezdődhet, a tervek szerint pedig 2029-ben éri el a naprendszer legnagyobb bolygóját. Tiszta szobában várják az utazást az Admatis új berendezései. Az ezüst és aranyszínű takarófóliák látszólag egyszerű eszközök, de valójában nagyon komoly technológiával készültek. A Juicy műhold minden eddiginél messzebbre megy az űrben. Bírnia kell majd az extrém hideget és meleget. Minusz 150 és plusz 150 Celsius fok is éri majd az utazása során. A mi alkatrészünk az a műhold belsejében fog működni, tehát nem kap ekkora nagy hőmérsékletet, viszont pont az a lényege, hogy ami kintről beszivárok hő, azt elszigetelje a berendezéseket egymástól, ezért ez a fólia, ez ilyen mínusz 60 plusz 50 Celsius fok között fog működni körülbelül. A fólia már becsomagolva várja az indulást. Miskolcról indulva egészen a Jupiterig jut majd el, de nem utazik egyedül. Ez a hardware is vele tart, bár a Földet nem hagyja el. A tesztelésben segíti majd az Európai Űrügynökség műhadjának misszióját. Olyan alkatrészei, ami nem repül, de ugyanolyan, mint a repülő, abból a célból, hogy az egész műholdat termikus teszteknek tudják alávetni. Úgy, hogy a repülő hardvert nem kell beépíteni. Azért, mert azok az alkatrészek, amelyek repülni fognak, még csak részben készültek el. Az Admatis eszközeinek segítségével kezdik majd meg a tesztelést. Beépítik őket, és szélsőséges hőmérsékleti vizsgálatoknak vetik majd alá. A bemutatón a miskolci cég eredményeit a város polgármestere is méltatta. És jól mutatja azt az irányt, amit mi egyébként gazdasági fejlesztési irányban is el tudunk képzelni itt a városban, viszont nagy hozzáadott szellemi értékkel olyan világszínvonalú termékek előállítását szeretnénk itt idehozni a városba, illetve itt meghonosítani, amelyek azt gondoljuk, hogy a kitörés jelenthetik a város számára. Az Admatis pedig éppen ilyen vállalkozást tette hozzá Veres Pál. Ahogyan a város, úgy Magyarország is keresi a kitörési lehetőségeket. A térség országgyűlési képviselője szerint az űrkutatás az egyik ilyen lehet. Idén tavasszal a versenyképességi alapból átcsoportosítottunk forrásokat, pontosan azért, hogy az űrkutatásban rejlő lehetőségeket kiaknázhassuk.
alapozva természetesen az eddigi magyar mérnöki hagyomány szerinti tudásunkra, szaktudásunkra. Hölgyeim és uraim, egy új iparág fejlődéséről, megszületéséről van szó. Az Európai Űrügynökség JUICY missziójának műholdja 2022-ben indul útnak, és várhatóan 2029-re írja el a Jupiter körüli pályát. Itt 3 évig végez majd méréseket, figyeli majd a bolygó légkörét, magnetoszféráját, vékony gyűrűit és holdjait is. A munkája viszont itt nem ér majd véget. 3 év után továbbáll, hogy a naprendszer legnagyobb holdja a Ganymedes körüli pályára álljon. Ott alacsony pályáról vizsgálja majd a jeges óriás holdat. A Ganymedes felszíni jégrétege alatt vízóceánok találhatók, amelyekben az élet kialakulásának feltételei is adottak lehetnek. Bővítik a kistokai általános iskolát. A csaknem 440 millió forint értékű beruházást a kormány finanszírozza. Az intézmény energetikai rendszerét korábban már felújították, a mostani átépítéssel pedig az iskola 6 új osztályteremmel bővül. Erre azért lesz szükség, mert az egyre népszerűbb intézményben már nem volt elegendő hely az új diákoknak. A kivitelezést jelenleg a helyi önkormányzat felügyeli. Ez nem a tankerületi központon keresztül bonyolódik le, a tankerületi központ majd akkor fog ide investálni, hogyha kész lesznek az új tantermek, hiszen a tankerület feladata lesz majd a tantermek bútorokkal való berendezése. Halmozottan sérült gyerekek látogattak Gyuri bácsi gyógynövénykertjébe. Az egyhetes tábor bükszentkereszti kirándulását a Miskolci Tankerületi Központ azért szervezte, hogy az érintett tanulók is tartalmas és élménydús elfoglaltságot találhassanak a nyári vakáció idején. Vigyázzanak arra, hogy egészségesek maradjatok. Szabó Gyuri bácsi bükszentkereszti kertjében hívta fel a diákok figyelmét a gyógynövények fontosságára. Gyújtoványfű, bíborkasvirág, borsos varjúháj, kövirózsa és levendula. Csak pár növény azok közül, amelyek a bükki füves ember kertjében található. Ezt a helyszínt egyébként azért is alakították ki, hogy megőrizzék a feledésbe merülő népi gyógyászat tudását és növényeit. Az a cél, hogy lássák, hogy lássák az emberek, akik idejönnek, hogyha kimennek a természetbe, akkor megismerik a gyógynövényeket, és akkor ők maguk is tudják maguknak gyűjteni a gyógynövényeket. Egyre többen csinálják, egyre többen gyűjtik maguk a gyógynövényt, és egyre többen használják. Gyere, Marci, nézd csak, itt vannak a búzavirágok. 10 halmozottan sérült gyerek jelentkezett az Értes Mátyás általános iskolából a Kalandra feltáborra, hogy kézzelfogható tapasztalatot szerezzen a természetből. A diákok eligazodását gyógypedagógusok és önkéntesek segítették. A társadalmi részvétel nagyon fontos, ezek a gyerekek legtöbbször ilyen helyekre nagyon nehezen, nagy nehézségek ellen jutnak el, és szeretnénk, hogyha egy olyan környezetben lennének, ahol bárki részt vett. Tehát a társadalmi érzékenyítés is célunk ezzel. A tábort először 3 évvel ezelőtt szervezte pályázati forrásból a Miskolci Tankerület. A program azóta egyre népszerűbb, idén már 2 turnust is szerveztek augusztusban. Ezen pályázat keretén belül igyekszünk a cél tanulói bázisnak, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, és főként a halmozottan is súlyosan fogyatékos tanulóknak nagyon tartalmas és élménydús elfoglaltságot is találni. Ilyen háttér mellett szerveztük meg idén a Kalandra feltábort. A tábor egész hetes programját a gyógynövényekre építették. Ezek megismerése mellett a résztvevő gyerekek pedig hangtálakkal is megismerkedhettek. A térfigyelő kamerák felvételeinek köszönhetően elfogták azt a tolvajt, aki a villanyrendőri buszmegállóban 2-szer is megpróbált kizsebelni egy magatehetetlen fiatalembert. Az önkormányzati rendészet munkatársai észlelték az eseményeket és értesítették a rendőrséget. A járőrök hamar a helyszínre értek és elfogták az elkövetőt. Az egyik itt a buszmegálló mellett közvetlenül a világ voltak a sarkán felhelyezett kamera, a másik pedig itt a tűzfalra felhelyezett kamera. Ennek a 2 térfigyelő kamerának köszönhetően sikerült lebuktatni azt a 21 éves férfit, aki a napokban egy magatehetetlen fiatal zsebelt ki hajnalban a Színva teraszon. A kamerák képén tökéletesen végig lehetett követni a folyamatot, amit az önkormányzat munkatársai azonnal észleltek.
A Miskolci önkormányzati rendészet térfelügyeleti szolgálatának munkatársai észlelték azt, hogy magatehetetlen állapotban, véletlenül valamilyen befolyásoltságtól szenvedő fiatalember ül itt a mögöttünk látható padon, a buszmegállóban. Itt két térfelügyeleti kamerával is kísérték az ő működését, tulajdonképpen ottani helyzetét. A fiatal körül több ember is megfordult, ám mikor egyedül maradt, oda ment hozzá a tolvaj, aki elvette a kabátját, oldalra vonult vele és átkutatta a zsebeket. Ezután visszavitte a ruhát, mellé ült és a hátán lévő kis táskából próbált kivenni dolgokat. A cselekmény közben a rendészet munkatársai értesítették a rendőrséget, akik a helyszínen tetten érték az elkövetőt. A kollégáim a helyszínre mentek haladéktalanul, ott a helyszínen tetten érték és elfogták az elkövetőt, akit előállítottak a miskolci rendőrkapitányságra, és hát ott őt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve eljárás alá vonták természetesen. Az utóbbi hónapokban a térfigyelő kameráknak köszönhetően több tolvajt, balesetet, verekedést és illegális szemetelést is sikerült rögzíteni a városban, több esetben pedig az illetékes szervek feljelentést is tettek. Félig farkas, félig német juhász, jó neveléssel pedig igazi házi kedvencé válhat. A csehszlovák farkas kutyát az 1950-es években tenyésztették ki. Egy sajókeresztúri állattartó 8 éve foglalkozik a fajtával. Tamás Baldur és Alfa nevű farkas kutyáival együtt érkezett a Miskolc TV stúdiójába, hogy a falka mindennapjairól meséljen. A hatalmas állatokat útközben is sokan megcsodálták. Csak egy fügyszó és már is gazdájuk nyomába erednek. A jókai lakótelep kutyafuttatójába egy egész falka érkezett. Ő Baldur, 8 éves csehszlovák farkaskutya, aki a nagy melegben inkább csak pihen, míg Alfa, 4 éves falkatársa már aktívabb, de egyúttal bizalmatlanabb is az idegenekkel szemben. Alapvetően meg kell hagyni a teret, ő ugye azért van ennyire itt a közelünkben, mert én itt vagyok, és ugye ez biztonságot jelent. Önállóak, őszinték és erősen ösztönlények, akik szemében Tamás a falka vezér, így mindenben ráhallgatnak. A higgadság az állatok egyik legfőbb erénye, még az idegen kutya érkezése sem vált ki belőlük agressziót. Néhány kortya frissítő vízből, majd elindult a falka. A lakótelepen a farkaskutyák vonulása nem mindennapi látványt nyújtott. De a négylábúaknak a Kishunyad utcába érve is nagy sikere volt. Na várjál, leteszlek, látod, jaj, de aranyosak. Tekintélyes méretük ellenére mindkét állat rendkívül szelíd. Gazdájuk Ozsvád Tamás ezért ismert velük egy stúdióbeszélgetést is bevállalni. Különleges vendégek léptek be a Mikonba, higgadtságuk pedig a stúdióba érve is kitartott. Baldur szinte azonnal otthonosan érezte magát a díszletek között. Náluk egy ösztönös ragaszkodás mindenki az, aki hozzánk tartozik. A farkasűsökkel rendelkező fajta, mint kiderült, nem vágyik úgy az emberi közelségre, mint egy átlagos kutya, mégis rendkívül jól tanítható. De ahogy Ozsvád Tamás fogalmaz, a farkaskutyák esetében büntet minden hiba, amit a gazda elkövet. Nem mondom, hogy másképp kell nevelni, abszolút nem kell, minden kutyára ugyanúgy kéne odafigyelni, egy csivavát is ugyanúgy kéne nevelni, mint őket, csak még egy csivava különösebben nagy problémát nem okoz, ha rosszul van nevelve, ők igen. Tehát, hogyha egy agressziót hagyunk benne, egy frusztrációt, akkor egy 55-60 kilós kutyát sokkal nehezebb megfogni, és esetleg megóvni attól, hogy bántson valakit, mint mondjuk egy csivavánál, akit egy 8 éves gyerek arrébb lök. Tehát a csehszlovák farkaskutyák nevelése esetében is fő a következetesség. Erről is bővebben hallhatnak hétfőn a Miskolci Naplóban, amikor Ozsvád Tamás a csehszlovák farkaskutyákkal töltött mindennapjairól is mesél majd. A hatodik, egyben utolsó Gasztroplac extrát rendezik pénteken a Diósgyűri vár melletti vásártéren, ahová ismét várják a finom ételek és minőségi borok kedvelőit. A programot szervező Miskolci Kulturális Központ a nagy érdeklődésre való tekintettel folytatja a sorozatot, így augusztus 20-án az államalapítás alkalmából egy újabb Gasztroplacot rendez. A helyszín viszont az Erzsébet tér lesz, ahol magyaros ételeket kínálnak majd a látogatóknak. Ezzel pedig úgy néz ki, hogy nem ér véget az idei sorozat. A tervek szerint ugyanis ősszel a Művészetek Háza előtt ismét lesznek gasztronómiai rendezvények. Pozitív lett 4 ferencvárosi vízilabdázó koronavírus tesztje, ezért a Sportági Szövetség elhalasztotta a Magyar Kupa szerdai elődöntőit és helyosztóit. A mérkőzések pótlásáról később döntenek.
A Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a már megvásárolt belépőjegyeket a későbbi eseményekre beváltják majd, vagy idény esetén visszaváltják azokat. A Panenergy Miskolc VLC az egriekkel játszik majd a 7. helyért. Záporok és zivatarok zavarhatják meg a nyári hétvégét, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, videóinkat a minap.hu-n újra nézhetik és írhatnak is nekünk. Észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!